kis falucskában, karácsonykor éjféltájban, fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának, ki bójába takarta, lefektette jászolyba. Maga ez a karácsonyi, illetve szentest előtti vár előtt előadott közös betlehemezés, illetve karácsonyi misztériumjáték, ezt tavaly kezdtük el, és idén volt a második ilyen alkalom. Már meguntam a járkálást, a járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást. Szerintem az ennek az egésznek a vonzereje, hogy egyrészt ez a történelmi, misztikus környezet, ezek a kövek ugyanígy állhattak volna az ókorban is, amikor a megváltó született. A másik varázsa és hangulata, hogy itt az óvodásoktól a nyugdíjasokig, néptáncosoktól a férfi dalárdával, nagyon sokféle korcsoport lép föl a faluból, durván egy 100 fő. Most született kisgyermek Jézus ágyától, most született kisgyermek Jézus ágyától. Külön misztériumot ad, hogy prüszkölnek az állatok, hogy a szamár beleüvölt. Tehát ez kicsit én elevenné teszi, hogy a gyerekek ezen is kacagtak például a szamár üvöltésen. Biztos van olyan, nagyon sokan jöttek máshonnan, tehát néztük a tömeget, durván a fele az nem nagy Vázsony, hanem messzebbről jöttek, családok, főleg kisgyerekes családok, és őnekik lehet, hogy volt a gyerek, aki először látott élőben szamarat, meg virkát így együtt egy kis karámban. Fajta, angyal szólás! Megszületett a kis Jézus, induljunk Betlehembe! Csak téged fölébredtem volna, látod hajtás, most szállt a talpa, már is jöttél a fülembe angyalok mondása, hogy a Jézus most született angyos Istenóban. Ez egy nagyon fontos közösségteremtő program volt, én úgy gondolom. És a falunak nagyon szüksége van, a falunak és így a társadalomnak is szüksége van az ilyen programokra, hogy minél jobban összetevődjenek a közösségek. Itt Nagyvázsonyban ma este, hát talán nagy szavakat használod, de nekünk mindig egy kis csoda történik, és csoda ismétlődik meg, amikor egy olyan közösséget látunk, amelyeket igazán a szeretet és az ünnepek is összetartanak a hétköznapokon kívül. Ez egy óriási dolog. Először vagyunk itt a betlehemi bemutatón. Tavaly évben sajnos nem sikerült kijutnunk, viszont rengeteg gyönyörű fotót láttam, és nagyon sok élménybeszámolót, és ezért döntöttünk úgy, hogy az idén bárhogy is alakul, itt a helyünk. Mi fontosnak tartottuk ezzel a 25 perces játékkal, hogy az az európai keresztény, illetve ezen belül az a magyar népi kultúra, ami a karácsony, a betlehemezés, a Krisztus születésének az ünnepkörét évszázadokon keresztül jellemezte, ez itt megjelenjen, és hát ezzel szeretnénk egyrészt felhívni a figyelmet, hogy mi a karácsonynak az eredeti jelentőség és üzenete, másrészt pedig másoknak ünnepet lopni az ünnepira. Mindenki rohan, mindenki készülődik, vagy fáradt év végén, ez alól mi sem vagyunk kivételek természetesen, de ezáltal azért mégis szerintem sikerült az ünnepet elmélyíteni, és hát ezzel kívánni áldott ünnepeket, meg boldog új évet.